December 8-a János engedelmessége Mai igénk Máté evangélium a harmadik fejezetének 13-tól 17 terjedő versei. Akkor eljött Jézus Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj. A bűnbánó bűnösök hosszú sorra kígyózott a Jordán partján. János egy pillanat, mindenkit bemerített a vízbe, majd kiemelte. Egyszer csak megtolpant. Aki előtte állt, azt nem akarta bemeríteni. Neked kellene engem bemerítened, mondta neki. Jézus azonban csendesen válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Miért állt be Jézus a bűnösök közé, amikor bűn volt? Noha egyedül ő volt ilyen a földön az ősi bűneset óta, ezzel is kifejezése akarta juttatni, hogy azért jött, hogy magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot. Miért tolpant meg János, amikor felismerte Jézust? Az emberek akkor még nem ismerték őt. Mert Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt azonnal a maga bűnös volta jutott eszébe, s érezte, hogy bocsánata szorul és miért engedett mégis Jézus kérésének. Ez a legszebb ebben a jelenetben. Hiszen János elhatározta, hogy nem kereszteli meg Jézust, mert lelkileg megtisztulni csak bűnösöknek kell. És ebben teljesen igaza is volt. De Jézus egyetlen szelíd mondatára mégis megváltoztatja elhatározását, félreteszi a maga igazát, és megteszi azt, amit Jézus kér. Sok ilyen győzelemmel lenne szükség a mi életünkben. Amikor lehet, hogy másképpen gondoltam, lehet, hogy nem is éltem most Jézust, még igazam is van, s mégis megteszem, amit ő mond. Kész vagyok engedelmeskedni neki. Egészüljön ki adventi programunk, és ha agyogjon-e három szó előttünk, akkor engedett neki. Ebben mutatkozik meg az igazi Isten félelem, bizalom, alázat. Ezzel dicsőítjük ma is megváltónkat. Miben kell elkezdenünk ezt az engedelmességet?